Tisztelettel és szeretettel köszöntöm az itt összejött nagyon szép számú közönséget, és mindazokat is üdvözlöm, akik majd a Rubikon Est YouTube csatornáján követik nyomon a mai műsorunkat. Szeretettel köszöntöm ma estünk vendégét, Csáky Pál képviselő urat, miniszterelnök helyettes urat, aki 1992-től kezdődően első vonalas harcosa volt a felvidéki szlovákiai magyar politikának, aki 1998-tól 2006-ig Mikulás Zurinda első és második kormányának a miniszterelnök helyettese volt, de aki a Magyar Koalíció pártjának az elnöke volt három éven keresztül, majd pedig politikai pályafutásának a végén az Európa Parlamenti képviselője volt a Magyar Koalíció pártjának. A mai beszélgetésünket ennek a két könyvnek az apropóján, a Büszkeség és Harag, illetve a Penge élén című köteteknek az apropóján terveztük meg, és úgy döntöttünk, hogy nem a 30 évről fogunk beszélni, meg a 32-ről, ami 89 óta eltelt, hanem arról a 8 évről, amikor ő miniszterelnök helyettesként egy rendkívül nehéz periódus után először, illetve másodszor, hiszen 89-ben is rövid ideig, 90-ben is rövid ideig voltak magyar tagjai a szlovákiai kormányoknak, de ilyen hosszan, húzamosan a Romániai Magyar Demokrata Szövetséghez hasonlóan a szlovákiai magyar pártok ebben az időszakban, tehát 1998-tól 2006-ig vettek részt a szlovákiai kormányzásban. Úgyhogy azzal is kezdeném tulajdonképpen, hogy ez a nagyon összetett ország ebben az évben 10-szer fognak választani a 30 év alatt, tehát nem jön ki a 4 éves átlag, ebből is jelzik, látják, hogy néhány előrehozott választás is volt. Hogy ez a nagyon összetett szomszédország, amely sok tekintetben utolérte Magyarországot, egy-két vonatkozásban, gazdasági vonatkozásban az elmúlt években időnként meg is előzte hazánkat. Milyen örökséggel indult a két Zurinda kormány? A három Mecsiár kormány hogyan hagyta, milyen kézjegyet tett le az ország jelenkori történetében, és milyen eredményekkel adták át utána a három Fico kormánynak, mert a két Zurinda kormány után három Fico kormány is jött, ezek mind ilyen bevezető jegyzetek azoknak, akik esetleg nincsenek mindennapos viszonyban északi szomszédainkkal, ahogy időnként becézni szoktuk a Szlovák Köztársaságot. Parancsolj! Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm én is önöket. Szeretném megköszönni ezt a lehetőséget. Egy kicsit megütötte a fülemet, elnézést, egy kis zárójel mindjárt az elején. A politikai pályafutása végén, mármint az enyém, európai parlamenti képviselő volt. Most ezt a mondatot majdnem egy az egyben három hónappal ezelőtt Németországban én használtam, és egy CDU-s barátom rám néz, és azt mondja, hogy hány éves vagy? Mondom, 66. Azt mondja, hogy akkor 4 év múlva jó kezdő leszel. Mert Adenauer 70 éves korában volt először német kancellár. Tehát vissza akkor Szlovákiához. 1989-ben, amikor ott ugye egyértelműen forradalomnak mondjuk azt, ami történt. Bársonyosnak, ugye? Bársonyosnak, igazán. És lényegében azt hiszem, hogy az is volt. Tehát a magyar viszonyokhoz képest egy határozottabb, markánsabb rendszerváltás volt Csehszlovákiában. Cseheknek köszönhetően. Szlovákia úgy ment az uszályba a csehek után. Senki nem gondolta azt, hogy 2 év múlva az ország megszűnik. És volt egy érdekes, belülről a nacionalizmus által is fűtött, de egyébként is érdekek által, gazdasági érdekek, privatizációs érdekek által is fűtött folyamat, amelyik oda vezetett, hogy a szlovák társadalom, a szlovák politika egy része azt mondta, hogy a csehek ne beszéljenek bele a dolgainkba, mi magunk akarjuk csinálni úgy a dolgainkat, ahogy akarjuk. Ez volt a motorja, ez volt a hátszele a szétválásnak. Egyértelmű volt, hogy az egész
elmúlt 100 vagy akár 200 évet is megnézve, hogy a szlovákiai társadalom, ők maguk írják, tehát nem akarok megbántani őket, de ugye szociológusok írják, elemzések mondják, hogy egy ilyen vidéki társadalom, ők azt mondták, hogy mindig megmondták nekünk valakik mások, hol Budapest, hol Bécs, hol pedig Prága, hogy mit kell csinálni. Tehát a szlovák társadalomban az a középréteg, amelynek a legerősebb összetevője talán a polgári réteg kellene, hogy legyen, ez nem fejlődött ki, nem fejlődhetett ki annyira, és ez a magyarázat talán arra, hogy az elmúlt 30 évben Szlovákia ilyen hullámvasútra ült. Voltak rossz időszakai, ez a 90 és 98 közötti időszak, és voltak talán jobb időszakai, ez a 1998 és 2006 közötti időszak. Aztán volt egy nagyon csúnya visszarendeződés, én nagyon-nagyon meglepődtem azon, hogy 2007-től, amikor jött a Fico katasztrófa kormánya, tehát Fico, a szlovák nemzetiek, egy szótarevű politikus, maradjunk ennyire, majdnem úriembert mondtam, de hát ez nem túlzás lenne. Illetőleg egy Vladimir Mečiar nevű, szintén egy szlovák politikus, volt politikus, egy furcsa koalíciót hozott létre, és én megdöbbentem, hogy azután, a 8 év után, amit mi hoztunk Szlovákiának, mármint a fölvidéki magyar politika, olyan mély repülés következhetett be, gondoljanak bele a Malina Hedvig ügybe, a szurkolóverés ügyébe, és hát nem akarom itt felsorolni. A két könyvemben leírtam, tehát most önmagamat fogom idézni, hogy Szlovákia sokat köszönhet a felvidéki magyarságnak, és Szlovákia adósa a felvidéki magyarságnak. Nem ment volna a 90-es évek végén sem az a demokratizálódási folyamat nélkülünk, ami végül is megtörtént, és amiről majd aztán még részleteiben fogunk beszélni. És én úgy gondolom, hogy Szlovákiában, ha egy pici elegancia lenne, akkor minimum azt megtenni, amit már évtizedek óta kérünk, egy kisebbségi törvényt. Tehát Szlovákia az a társadalom, az az ország, ahol az Európai Unióban százalék arányában a legmagasabb a kisebbségek aránya 20-22%. És van kisebbségi törvény Magyarországon, van Csehországban, van a lengyeleknél, van Romániában, van Szerbiában, van Horvátországban, Szlovéniában, Ausztriában, mindenütt van Közép-Európában, vagy Európában, Szlovákiában nincs, épp ott, ahol a legjobban kellene. Tehát egy ilyen elegáns gesztussal Szlovákia ezt tudná honorálni, mi ezt kérjük, mondjuk, én 2005-ben 3 centiméterre volt a miniszterelnök helyettesként, hogy ezt meg tudtuk volna csinálni, de széthullott az Zurinda kormány, majd talán erről is ejtünk néhány szót, és kisebbségi kormányként ezt már nem tudtuk megvalósítani. Tehát 2007 és 10 között volt egy ilyen eléggé durva visszarendeződés. 2010 után jött egy picit jobb korszak, talán a Radicsová kormánya, aztán az nagyon gyorsan megbukott, 2012-ben visszajött a Fico, és ugye Robert Ficót Magyarországon magyar politikusok egyénémeik, illetőleg a magyar sajtó bizonyos része megpróbálja esetleg pozitív formába beállítani. Én úgy gondolom, hogy vigyázni kell vele. Fico egy ifjú kommunista, és ő simán délelőtt 10-kor elmond valamit, és délután 12-kor simán ugyanazoknak az embereknek elmondja az ellenkezőjét is. Tehát ez bármikor előfordulhat. Fico érdeke most az, hogy ő bekerüljön a médiába. Fico érdeke az, hogy esetleg a visegrádi térben valakik úgy gondolják, hogy ha ő visszajön, akkor majd egy együttműködőbb ember lesz, mint esetleg a jelenlegi kormányból néhányan. Ebben akár lehet is valami, csak azért vigyázni kell vele, mert ő egy minden hájjal megkent ifjú kommunista máig, tehát ezt nem tudja levetni. És ugye, ha ezt be akarjuk fejezni érdemben, ezt a gondolatmenetet, akkor sajnos nem hagyhatom ki 2018-at, hogy ugye megértsék, hogy mégiscsak miről beszélek, amikor a mély zuhanásokról is szólni kell. Nem örömmel teszem ezt, ugye Szlovákiában volt egy nagyon durva és csúnya összefonódás bizonyos vállalkozói rétegek és az alvilág között, és ez egy újságíró gyilkosságba torkollott, ami mutatja ennek a mélységét. Az emberek nagyon fölháborodtak 2018-ban, le kellett mondani a belügyminiszternek, később a miniszterelnöknek is, és 2020-ban ez motiválta azt, hogy létrejött egy olyan kormánykoalíció, amelynek a legerősebb pártja
megint csak őket sem akarom bántani, de hát azért mégiscsak kicsit érzéketlenítik ki, hogy miről van szó napjainkban is Szlovákiában, hiszen holnap egy népszavazás lesz az előrehozott választásokról. Tehát a legerősebb párt, amely 2020-ban kormányt alakított, azt úgy hívják, hogy egyszerű emberek, és ugye senkit nem akarok megbántani, de nagyon pontosan leírja azt, hogy ők kik. Tehát valóban úgy jöttek létre, hogy ilyen 2020 elején ilyen fórumok voltak az ország különböző helyein, és Matovics úrnak, aki ennek a pártnak az elnök, és később miniszterelnök lett, személyes szimpátiák alapján azt mondta, hogy ön kérem várjon meg, és felajánlotta nekik, hogy ön a 26. lesz a listán, ön pedig a 34. ha nem haragszanak meg. És akkor ők nem haragudtak meg, és hát ilyen módon jött létre a párt, és ugye nem csodálkozhatunk azon, hogy akkor, amikor Covid volt, akkor, amikor most ugye háború van és különböző gazdasági problémák, még egy jól képzett csapat is nagyon nehezen tudja megoldani a problémákat. Ők nem tudták, széthultak, és úgy néz ki, hogy előrehozott választás lesz a jövő nyáron. Igen. A hullámvasútban már beültünk. Én ezzel együtt jelezni szeretném, hogy mind a két könyv bevezetőjében jelzi, hogy ez a 8 év, amiről mi itt beszélni szeretnénk, ez ebben a hullámvasútban egy viszonylag emelkedő pályát jelentett annak a Szlovákiának, amelynek az államalapítója Vladimir Mečiar 98-ig elvitte az országot egészen oda, hogy az ő saját megfogalmazásában Svájc-Ausztria mentén meghosszabbítva Szlovákiát a három semleges ország zónájaként vizionálta. Ez mint egy tiltakozásként az uniós csatlakozás, a NATO csatlakozás akkor mindenki által igényelt törekvésével szemben, tehát Mečiar egy nagyon tudatos politikus volt államalapítóként. Voltak más államalapítók, Ján Csarnogorszki, aki a Mečiar korszakban szintén kormányfő volt, ő azt mondta, hogy Szlovákia csillagját föl kell varni az Európai Unió csillagos lobogójára, tehát ő neki volt egy ilyen európai víziója, ma ő alapvetően egy orosz barát gondolkodású politikusként kerül eléggé árnyékba Szlovákiába. A kérdés tehát az, hogy ez a mečiari vonulás, amely úgy nézett ki, hogy tulajdonképpen nagyon nehezen megállítható, hiszen ő is egy hatalompolitikus volt, aki mindig megtalálta a partnereket, mindig győzött is a választásokon, amikor indultak, vagy sokáig győzött, de nem tudott már pártot alapítani, mert olyan teljes körű összefogás volt. 10 szlovák párt, a 3 magyar párt a 2 koalícióban összefogott. Mit tudtatok kezdeni ezzel a mecsiari, főleg külpolitikai örökséggel, és utána majd rátérnénk arra, hogy a magyar-szlovák viszonyban Mečiar milyen nyomokat hagyott. Tehát a külpolitikai öröksége úgy nézett ki, és azt te is több alkalommal nemzetközi fórumokon itt Budapesten is bejelentetted, hogy Szlovákia kimarad a NATO bővítésből. Valóban olyan tragikus helyzetbe jutott Szlovákia, hogy teljes egészében elszigetelődött nem csak a visegrádi államokban, hanem itt Kelet-Közép-Európában is? Természetesen 1995-ben, tehát a harmadik Mečiar kormány megalakulása után, azt hiszem 4-5 hónappal volt Budapesten, itt a budai részen, az egyik kultúrotthonban egy előadásom, ott egy 200 ember, akkor nagyon érdeklődött a budapesti közönség, hogy mi várható Szlovákiában, és előtte egy héttel voltam Németországban, egy európai néppárti összejövetelen, és ott kaptunk egy belső dokumentumot, egy belső elemzést. És ott már 1995-ben figyelmeztetésként le volt írva, hogy amennyiben ez így fog folytatódni tovább, Szlovákia kimarad a bővítési hullámokból. Ne felejtsük el, hogy 1997 elején Madeleine Albright, akkori szolgálatban lévő amerikai külügyminiszter mondta azt, hogy Szlovákia egy fekete lyuk Európa közepén. Látni kell azt, hogy lényegében kialakult egy küzdelem a nyugati diplomáciák, nagyon erőteljesen az amerikai politika és az oroszok között. És hát azt sem szabad elfelejteni, hogy 1997-ben a NATO-ba 3 országot vettek föl a régióból. Lengyelországot, Csehországot és Magyarországot. Szlovákiát simán kihagyták. 98-ban volt egy ismételt forradalom, egy szintén fülke forradalom Szlovákiában, ahol le tudtuk váltani őt,
de úgy, hogy megnyerte a választást, tehát egy képviselővel több volt neki, mint a miniszterelnök, a későbbi miniszterelnök Mikulás Zurinda pártjának, de nem tudott partnereket találni, és ott itt jövünk be mi a képbe, hogy nélkülünk a Zurinda kormány se lett volna stabil. Mindenki azt írta 98-ban, elemzők, újságírók, hogy nagy zűr lesz a szlovákiai belpolitikában, mert a magyarok bejönnek a kormányba, és szétszedik Szlovákiát belülről. 15 mandátum és 3 miniszter, ugye ez volt? 3 miniszter, igen. És 4 év múlva azt mondták, hogy le a kalappal a magyarok előtt, a legtisztességesebbek, legkorrektebbek voltak. Tehát részünkről is ez egy mondhatom azt, hogy érdekszövetség volt. Ugye a Mecsiari politikának volt egy erős magyar ellenes éle, színházigazgatókat váltottak le, iskolaigazgatókat váltottak le, megpróbálták, amit csak lehetett, intézményeket, jogokat visszaszorítani, tehát nagyon nagy feszültség volt közöttünk, nekünk érdekünk volt az, hogy ez ne folytatódjon, és a másik dolog pedig, ugye volt egy külpolitikai érdek, és ezt azért hangsúlyozom, mert sokan megkérdezik most, hogy meg lehet-e ismételni ezt a 8 évet. Hát nem nagyon. És nem azért, hogy én miniszterelnök helyettes voltam a két kormányban, hanem azért, mert más a helyzet. Akkor egy erős, kimondott, ki nem mondott, látens küzdelem volt az amerikaiak, az Európai Unió akkori formája, illetőleg az oroszok között a másik oldalon. 1998-ban a választások előtt Jelcin meghívta Mecsiart Moszkvába, és a Kremlben mondta azt a sajtótájékoztatón, hogy ő azt már alig bírt állni a Jelcin, bár akkor nagyon rozog állapotban volt, a szemem előtt van, ahogy ott állnak Vlagyimir Mecsiarral, a kisfiú és a nagyfiú, és a nagyfiú azt mondja, hogy ő azt kívánja, hogy a Vlagyimir Mecsiar nyerje meg a választásokat, és folytatódjon tovább a dolog. Ugye a NATO-nak pedig nem volt érdeke az, hogy 40 kilométerre légvonalba Bécstől legyen a KGB utódszervezetének a lehallgató központja. Tehát erre ment ki a játék. És amikor ezt a könyvet írtam, ugye ez a legjobban a Covid alatt írt könyv a penge élén, az elmúlt 40 évben körülbelül 400 kilónyi dokumentum ment keresztül a kezemben, és az értékesebbeket elraktam. És a feleségem mindig mondogatta, hogy hát ezzel valamit kezdeni kell. Én pedig azt mondtam, hogy majd, ha lesz idő, és a Covid alatt lett idő, tehát itt földolgoztam ezeket a dokumentumokat, és magam is megdöbbentem, hogy már 95-ben kezdtünk együttműködni a szlovák demokratikus ellenzékkel, próbáltunk Michal Kovácssal, akkori köztársaság elnökkel, Kovács egy nagyon érdekes fordulatot tett irányunkba, és próbált barátkozni velünk, illetőleg érezte, hogy nélkülünk nem fog menni a dolog. Próbáltuk együttműködni velük, és így jutottunk el szerves módon lépésről lépésre 1998-ig. Na most, amiről eddig beszéltünk, ugye a kérdés is így hangzott, hogy politikailag és külpolitikailag mi volt a dolog lényege, de legalább ennyire fontos volt a gazdaság. Tehát Mecsiar 94 és 98 között úgy stabilizálta a hatalmát, hogy egy ilyen vad privatizációt hajtott végre, furcsa emberek, lakcédulával nem is rendelkező emberek igelittáskába hordoztak 200 milliókat koronában, meg ilyeneket, és társtulajdonosai voltak kombinátoknak, amiről ők nem is tudtak. Tehát a titkosszolgálat is hamisított akkor ilyen dolgokat. Ott is voltak gyilkosságok is, ne felejtsük el, hogy megint csak érzékeltessem a hullámvasútnak a 98 előtti egyik mélységét, ez a 96-97 előtti állapot. Az ország hivatalos titkosszolgálata elrabolja a köztársasági elnök fiát, kicsempészik Ausztriába, belenyomnak egy üveg viszkit, és a fiú egy szál alsó nadrágban, ott van egy személyautó csomagtartójában a Hainburgi rendőrség előtt, és ott találják meg a fiút, úgyhogy a nevét nem tudja elmondani. És utána ugye találják meg, hogy mi van. Tehát ez is mutatja, hogy azért ugye van egy civilizációs háttér is azért egy társadalomban. És azért vannak egy politikustól, egy politikus gárdától, egy kormánytól, még egy titkosszolgálattól is ugye elvárható, hogy bizonyos szint alá nem mennek.
És ez az, amit ugye a hullámvasútnál próbálok érzékeltetni az újságírógyilkossággal később, előbb pedig ezzel a, ott is voltak egyébként, ott rendőrgyilkosság volt aztán 97-ben, hogy azért nagyon nagy kilengések voltak Szlovákiában, és nem volt mindegy senki számára. Tehát a gazdasági háttér, a gazdasági problémák 98-ra nagyon komolyak lettek. 99-ben, amikor én miniszterelnök helyettes lettem, akkor volt 3-4 olyan alkalom, ezek voltak a legidegesítőbb pillanatok, amikor a belső piros telefon megszólal a szolgálati lakásomban, este 10-kor, fél 11-kor, 11-kor, és a Zurinda azt mondja, hogy be tudsz jönni reggel 8-ra a hivatalba. Akkor már tudtam, nem, még abban a telefonban sem mondta, hogy mi van, csak személyesen aztán. De ugye amikor egy ilyen üzenetet kap egy kormánytag, akkor tudnia kell, hogy nagyon nagy baj van, hogyha nagyon korán kell bemenni. És volt olyan 99 márciusában, áprilisában, amikor a korona zuhant, kétségbe volt esve mindenki, egy Smögnorová nevű baloldali hölgy volt akkor a pénzügyminiszterasszony. Európában én akkor a fehér pénzügyminiszterasszonyt még nem láttam, hogy pénzügyminiszter, mindaz a hölgy volt másnap reggel 8-kor. Kétségbe esve, hogy mi van, azonnal össze kellett hívnunk a parlamentet, azonnal kellett stabilizációs lépéseket tennünk, ami egyébként ugye inflációt is jelentett a polgárok számára, de végül is lépésről lépésre az első három évben, 98 és 2001 között helyre kellett hozni minden téren, magyar viszonylatban is azokat a problémákat, amiket a meccsarék okoztak, az igazgatókat, a magyar igazgatókat helyre tettük, a színházakat helyre raktuk, az intézményeket próbáltuk bővíteni, és 2002 és 2006 között már kezdett növekedni a gazdaság, és ott már tudtunk bővülni, és egyetemet tudtunk csinálni, gyorsforgalmi utakat tudtunk Dél-Szlovákiában csinálni. Szimbolikus volt a Párkány és Esztergom közötti híd, hát annak van egy gyönyörű története, egy fél percem van rá. Hát aztán térjünk rá a további kérdésre. 1998-ban, most már nem árulok el államtitkot, a minisztériumokban már voltak számítógépek, de nem voltak összekötve. És a kormányprogramot azt úgy csináltuk, hogy ugye mindenki vitte, minden párt vitte a saját elképzeléseit, a minisztériumokban ezeket összerakták, és utána behozták hozzánk a miniszterelnöki hivatalba, és a miniszterelnökkel mi raktuk össze. És azt úgy csináltuk, hogy ollóval vágtuk ki, hogy akkor ez oda megy, bent marad, a többi azt kidobjuk. És valamilyen módon a Párkány-Esztergomi hídet beírta a minisztérium, de valahogy kiesett. Letisztázzák, másnap hozzák nekem, hogy az első dolog, amit megnézem, a mi prioritásaink, ott a Párkány-Esztergomi híd hiányzik. Hiányzik. És akkor azt mondja, mondom a Zorindának, hogy figyelj, nem lesz kormány, meg bukunk, hát enélkül nem megy. És a Zorinda csodálkozik, hogy hát de megegyeztünk. És akkor azt mondja nekem, hogy no, írd be. És hölgyeim és uraim, az életem egyik legnagyobb sikere, hogy benyúlok a zsebembe, kiveszem a tollat, beírom, hogy a Párkány-Esztergomi híd az meg lesz, és meg lett. Tehát ez gyönyörű. Csáki Pál a hídverő. Ezzel együtt valószínűleg a legnagyobb kihívás, főleg a NATO kanyar miatt az uniós bővítéshez való fölkapaszkodás, fölkapaszkodni arra a vonatra, amin a többiek többé-kevésbé már hozzáigazottak, évről évre teljesítették a különböző pontokat, miközben Szlovákia itt is lemaradásban volt. Olyan feladatok álltak előttetek, mint például a két elavulni készülő atomerő műblokknak a leállítása, és hasonlóképpen a kisebbségi nyelvi jogoknak a rendbetétele. Hogyan fogtatok neki, és a kormányon belüli nagyon összetett viszonyok, a baloldal, amelyik folyamatosan tulajdonképpen ápolta a Mecsiár örökséget, a közigazgatási reform tulajdonképpen Mecsiári indítatású elképzelését átviszik az akaratokatok ellenére. Hogyan tudtatok ti mégis egy uniós menetrendhez igazodni és ott teljesíteni, úgy, hogy a nagy bővítésnél Szlovákia is ott volt? Mindenki érezte, hogy ha megbukunk, ha ez a kormánykoalíció megbukik, akkor nagy baj lesz, mert akkor megint vagy visszajön a Mecsiár, vagy pedig káosz lesz. És azért becsületére legyen mondva ennek a politikus gárdának, még a baloldaliaknak is, tehát igen,
négy évig, 98 és 2002 között a szlovák MSZP is része volt a koalíciónak. Széthultak a végén, ők egymás közt is komoly problémákkal küzdöttek, és volt egy nacionalista részük, amelyik minket nagyon nem akart, és ők a Mecsiarral akartak koalíciót kötni. Tehát egy Peter Weiss nevű úriember volt akkor a párt elnöke. Később budapesti nagykövet. Később budapesti nagykövet, akkor már nem annyira úriember, de mert itt aztán már belekevert a dolgokba, de akkor még igyekezett jó képet vágni a dolgokhoz, és megpróbálta kézbe tartani a dolgokat, és ugye az első négy év, az egy nagy felhívás volt mindannyiunk számára, hogy ezt meg tudjuk-e csinálni. Azért mi is nagyon félve léptünk be egy kormányba. Tehát soha nem csináltuk. Kívülről kritizáltuk, hallottunk róla, olvastunk róla, de aztán azon, hogy most mutasd meg, és csinálni kell. És egy válságban lévő országot, gazdasági válságban lévő országot, morális válságban, politikai válságban lévő országot kellett valahogy helyre rakni. Tehát ez egy nagyon-nagyon féltünk tőle, és nagyon vigyáztunk. Tehát az MKP az első ciklusban tisztább munkát végzett, és méltányolták is a szlovák polgárok. Szlovákiában vannak ilyen közvéleménykutatások, hogy azt kérdezik az emberektől, anonim módon, általában 1500 fős mintán, hogy kit nem szeretnél, ha a szomszédod lenne. 1998-ig, tehát a 90-es években magasan vezettünk. A szlovákok nem szerették volna, ha magyar a szomszédjuk. 2006-ra, 8 év kormányzás után lezuhantunk majdnem a negyedik helyre. Tehát ugye a migránsok, a romák sajnos beelőztek, és ugye a mi képünk, a magyar kép, a magyarság kép, az nagyon megjavult, és ezért voltam én nagyon csalódott, hogy 2007-re már egy év alatt teljesen megváltozott ez a dolog, és ugye eljutottunk a szurkolóverésig, illetőleg a Marina Hedvig ügyhöz és egyéb problémákhoz. Tehát az első ciklus az egy ilyen óvatos, mindenki vigyázott, hogy azért túl ne lépje a határokat, a Rubikonokat, hogy stílszerű legyek itt ma este, ugye? És a második ciklusnál már a Zurinda is inkább hatalmi játékba kezdett, és ott eléggé gyorsan, 2,5 év alatt elveszítettük a parlamenti többségünket, és aztán már egy ilyen bukdácsolás következett a negyedik év végéig. Végül is 3 hónappal előre is kellett hozni a választásokat 2006-ban. Ennek ellenére 8 év kormányzás után mi jó eredményt értünk el a magyar, az Egységes Magyar Párt. De ott már a mi hátunkban is megjelentek a problémák, amelyek később 2007-ben vezetőváltáshoz vezettek, illetőleg 2009-ben a szakadáshoz. Tehát azt mondhatjuk, hogy te, mint a kisebbségi ügyekért, emberi jogokért felelős miniszterelnök helyettes, Szlovákia egyik legnagyobb tehertételét próbáltad unió közeli színekbe föltüntetni. Mennyire volt ez könnyű Amerikába járva, Nyugat-Európába járva, amikor azt kellett bizonyítani, hogy Szlovákiában még ezen a terepen is kedvező jelek mutatkoznak, miközben nem sikerült például a közigazgatási reformot úgy megcsinálnotok, hogy egy 13. megye, egy magyar megye is meg jelenjen, és nem is lett még 12 megye sem, hanem a mai 8 megye, a mecsiari 8 megye tulajdonképpen fönnmaradt a térképen. Milyen nehézségekkel ütköztél te miniszterelnök helyettesként szembe az uniós bővítés előkészítésében? Tehát akkor két konkrétum, és aztán az általános válasz. Az egyik konkrétum, ugye 98-ban kerültünk be kormányban, 4 évig a kormányban vagyunk, mindenütt kezdtek jól írni rólunk, a nyugati sajtó is, elfogadtak a nyugati politikusok is, és 2002-ben mindenki azt várta, hogy a szlovák társadalom, vagy a szlovákiai társadalom, amiben ugye mi magyarok is benne vagyunk, visszaigazolja ezt az utat, az első Zurinda kormány útját. És a könyvben le is írom, hogy egy 4-5 hónappal a választások előtt úgy nézett ki, hogy megbukik a dolog, és már akkor úgy volt, hogy jön Fico, és visszajön Mecsiar. Tehát, hogy ők fognak kormányt alakítani. És
valami csodák vannak néha a társadalomban. 3 héttel a választások előtt megfordult a szélfúvás, és tudtunk újból többségi kormányt csinálni, sőt, jobb oldali kormányt tudtunk csinálni. Tehát 2002-ben a létrejövő Zurinda kormány bár 4 párti volt, és ott mi a második legerősebb párt voltunk a kormányban, de egy jobb közép párt volt, és ennek köszönheti máig, egyébként elemzők, gazdasági elemzők leírják, Szlovákia máig ebből profitál, tehát akkor állítottuk be a szociális rendszereket, a pénzügyi rendszereket, és ennek köszönhetően tudtunk aztán, hogy tudott az ország belépni az Európai Pénzügyi Unióba, az EU-ba. És a... Kinek volt egy szerepe? Iván Miklósnak, vagy a pénzügyminiszternek, vagy a gazdasági minisztereknek? Tehát ki volt a kormányban az erős ember, aki gazdaságilag az egészet kézben tudta tartani? Főleg Iván Miklós. Iván Miklós és Zurinda pedig nagyba támogatta őt, és mi is. Uh-huh. Mi is. Tehát a magyar koalíció pártja, az akkori nevünket mondom, gazdasági szakemberei inkább pragmatikusok voltak, és inkább jobb oldali, jobb közép szemszögből nézték a dolgokat. Tehát az első kormányban is, ugye amikor mondtam, hogy 4 párti volt az első Zurinda kormány 98 és 2002 között, a Zurinda SZDK-ja, illetőleg a mi MKP-nk volt a jobb oldali, és együtt volt nekünk 3 szavazattal több a kormányba, és a Schuster pártja baloldali volt, illetőleg a posztkommunista párt is baloldali volt. Tehát ott mindig mondogattam az Zurindának, hogy emlékszel, hogy mennyit veszekedtünk a kormányalakításnál, hogy nekünk, mert azt akarták csak, hogy 2 miniszterünk legyen. És aztán lett 3, és ugye a miniszterek száma az lényegében egy koalíciós kormányban a szavazatok száma is. És ez nagyon jól jött aztán Zurindáiknak, mert ugye stabilizáltuk a kormányt, és stabilizáltuk inkább jobb közép felé. Igen, még mielőtt a másik példát mondod az euróról, mikor született a döntés? Tehát, hogy azt ugye jó előre, 4-5 évvel korábban. Nem csak úgy, ugye az euróba, mielőtt belépsz az eurozónába, előtte van egy 2 éves tesztelési időszak, ez a EMU2. Tehát ott, abban mi már beléptünk. Abban már az Zurinda kormány lépett be 2006 elején. 2006-ban. Teljesíteni kell az eurozónába való belépés feltételeit, tehát az eladósodottság nem mehet bizonyos szint alá, és van ott valami 6-8 alapkritérium, amit teljesíteni kell, és ezt megcsináltuk, akkor jelentkezhetünk. Általában a jelentkezés utáni időszak eltart 1 évig, amíg döntenek arról, hogy beveszünk titeket a megfigyeltek közé, és 2 évig, minimum 2 költségvetési évben bizonyítani kell, hogy ez tartós. Mert ugye a nadrágszíjat fél évre, 1 évre bárki meg tudja húzni, de hát nem arról van szó, hanem hogy a gazdaságot tényleg és a pénzügyeket tényleg átállítottuk egy hosszabb távú elfogadható időszakra. A kormányban nem volt vita, ezt mindenki elfogadta. Igen, mert ezt már a második kormány csinálta, igen. ott ebből nem volt probléma. Tehát a másik apró történet, ugye 2002-ben már megalakul az új kormány. Már ország, világ látja, hogy ez azért mégiscsak stabilabb fejlődés, nem csak egy 4 éves jó irányú kilengés. És erre 2002. december elején, 2 héttel a prágai NATO csúcs előtt a Bundestag külügyi bizottság eljön Szlovákiába, és külön kérnek velem találkozót. Én miniszterelnök helyettes vagyok, fogadom őket a miniszterelnöki hivatalba. Akkor már az európai ügyekért felelős. És akkor már az európai ügyekért felelős is. És azért mondom el ezt a történetet, hogy megint csak értsék ennek a mélységét, és az, hogy nekünk is érdekünk volt ez az egész fejlődés sorozat. Azt kérdezi tőlem ilyen provokatív, ügyes kis német mosolyjal a delegáció vezetője, a bizottság elnöke, hogy kedves Csáki úr, mit csinál a felvidéki magyarság akkor, hogyha Szlovákiát mégse veszik be NATO-ba? Ha nem veszik be NATO-ba, akkor világos, hogy az EU-ba se veszik be. És ugye akkor maguk magyarok, felvidéki magyarok mit fognak csinálni? Hogyha egy vasfüggöny, egy képletes szóval élve, egy újabb vasfüggöny létre Magyarország és Szlovákia között. És itt van a magyarázat. Itt van a magyarázat arra, hogy nekünk nagyon-nagyon, talán mi nekünk volt a legerősebb érdekünk, hogy Szlovákia Magyarországgal harmonizálva, szinkronba lépjen, belépni a NATO-ba is, mert az egy biztonsági garancia, belépni az Európai Unióba is, mert egy gazdasági, pénzügyi garancia, és tovább ugye belépünk az eurozónába is. Most, a Schengenbe is. És aztán a Schengenbe is. Ugye az, hogy
az én életem, én 56-os vagyok, kérem tisztelettel, mindig mondom magyarországi barátaimnak, hogy hát azért így nézzetek fel rám. És ugye ennek a magyarázat az, hogy 1956 márciusában születtem, úgyhogy akkor még nagy szerepet megértik, hogy nem játszhattam. De ugye a 60-as évek elején, amikor már kisfiú voltam, akkor még megéltem azt, hogy 56 kisugárzásaként nem lehet átjönni. Én az Ipoly mellett születtem, és a családunk fele Magyarországon élt szerves módon. A rokonságunk, a feleségem rokonságának a fele is. És volt olyan időszak, hogy nem lehetett jönni, aztán kétszer lehetett csak jönni, aztán négyszer lehetett jönni. És ha nekem valaki akkor azt mondja, akár egyetemista koromban is, hogy most úgy jövök át 60-nal a határon, hogy még korrekt vagyok, hogy kicsit belefékezek, mert egyébként rendőr sehol, akkor azt nem hittem volna el. És ugye a mi gyerekeinkre azért ezt is kicsit meg kell nézni, nem akarok itt populista lenni, meg nagy szavakat használni, de azért ez mégiscsak valami, mikor már ez megvan, a jó, amikor megvan, akkor már nem is értékeljük néha, ugye? De azért ez a történet a 90-es, és a 20. század második felében, közepén, 68 után a normalizációba, azért ez nem volt egy egyszerű történet. Mind a két könyvedben elég sok apró személyes vonatkozását is a tárgyalásaidnak fölemlíted, ahol részben mint magyar, részben mint szlovák miniszterelnök helyettest az uniós bővítés előkészítése során kételkedve kérdeznek. És ezzel együtt az a te kapcsolatrendszered, ami folyamatosan bővül és kialakul, minthogyha dupla meggyőző erővel hatna, hogy magyarként is ezt a szlovák bővítést szolgálod. Tehát, hogy volt ennek érezhetően súlya komoly tárgyalásokon is, hogy tudták rólad, hogy te magyar miniszterelnök helyettese vagy a szlovák kormánynak? Nem csak hogy tudták, hanem egy kicsit, mint garanciára is néztek rám. Tehát 2002. december közepén van a prágai NATO csúcs, ahol döntenek Szlovákiáról, és előtte már a választások után, de még a kormány megalakulása előtt tudni akarja az amerikai politika, hogy hanyadán állunk. Schuster köztársasági elnök kap meghívást a Fehérházba, az amerikai elnökhöz, akkor Bush volt az elnök, és a kongresszusba. És a szlovák tárgyaló delegáció úgy nézett ki, hogy első számú delegációvezető Rudolf Schuster, megjegyzem. Egy márka ember. Igen, egy német gyökerű, a saját életrajzi filmjében mondja, hogy az első nyelve a német volt, a második nyelve a magyar, amit tanultak, és csak éppen a Kárcos utat végig énekelni. Most is énekel, igen, és csak a középiskolában tanult meg szlovákul. De nem mindegy, ugye volt a köztársasági elnök, volt egy, én voltam a kettes számú. Kukan volt a hármas számú, a külügyminiszter, és a Svec volt a hadügyminiszter, a négyes számú. Kukan tudott magyarul, mert ő Tormóci volt. Tudott. Rosszul beszélt, már nem használta gyakran, de velem néha beszélt magyarul, igen. És ugye, tehát nem tudom, hogy most önök előtt zuhanok, vagy emelkedek, de én ott voltam a bizonyos orális teremben, a Fehérházban, nem akkor, amikor hírhetté vált. Később egy kicsit, de Bushnál ott voltunk, amikor Bush, aztán később ugye Szlovákia imázsa, hogy növekedett, 2002 végén volt egy Putyin-Bush találkozó, és ez Pozsonyban volt. És amikor jött a Bush, akkor én is fogadtam a Bush-t, Putyint nem. És tehát egy kicsit úgy néztek az amerikaiak ránk, meg a nyugatiak is, hogy a magyarok tényleg egyfajta kiszámítható csapat. Nekem a Vandestól azt mondta, hogy ti vagytok az egyedüli úri emberek ebben a kormányban, de hát ez négy szem köz hangzott el. Mindegy. Tehát végül is a magyar névnek nem hoztunk szégyent a magyar névre. Ugye ez a dolog lényege. Na most a kérdés egy súlya viszont abban van, hogy most könnyen beszélünk róla, és én is itt-ott ugye humorizálok ezzel a témával kapcsolatban, mert már a teher azért lent van a vállunkról,
De képzeljék el, hogy az egész, ugye erről egy népszavazást kellett tartani az EU-ba való belépésről. Szlovákiában a népszavazáshoz nem csak az 50%-os eredmény kell, hanem 50%-os részvétel. Igen. Tehát ez az egyedüli, eddig egyedüli, holnap is megbukik, már mindenki tudja előre. 8 népszavazás volt eddig, holnap van a 9-ig. Egy volt sikeres csak, ez az EU-ba való belépés, ez is úgy ott is rezgett a léc, de ez sikerült hál' Istennek megcsinálni, és ideadják egy magyar, tehát én voltam a felelős érte, és én voltam a kampányfőnök. És utána az egész, ugye EU csatlakozás a meccsör alatt lefagyott, 97-től tárgyalások se voltak, az első Zurinda kormány alatt megkapta a Schuster pártja. A Schusternek az alelnöke, egy Paul Hamzsik nevű úriember, aki egyébként itt is volt nagykövet később. És a Hamzsik belebonyolódott egy csúnya korrupciós ügybe, nem adta meg neki Zurinda és Schuster, a párt volt pártfőnöke, azt a lehetőséget sem, hogy lemondjon, leváltották őt. Leváltották egy korrupciós ügy miatt. Megint csak most egy kicsit lazábbnak fog tűnni, de tényleg így igaz. Az ok az, hogy leszették az Európai Uniós pénzekről a sápot, de erre úgy jött rá mindenki, hogy a főigazgatója, egy komáromi magyar gyerek egyébként, egy nagyon ügyes komáromi magyar gyerek, valamilyen zűrbe keveredett a feleségével, váltak, és a feleség egy szombat délután nagyon mérges lett, a férje nem volt otthon, becsomagolt, hogy most ő elmegy, és a szekrény alján talál egy dossziét. És a gyerek, a magyar gyerek a dossziéba vezette, hogy kitől mennyit, mikor. És a feleség a dossziét is becsomagolta, lefénymásolta, hétfőn elküldte a Zurindának, jött a piros telefon hétfőn este, hogy holnap reggel 8-ra lehetne, és azt mondta, hogy ez ha ránk ég, akkor nagyon nagy baj van, senki nem tud róla, mindenki a kezét elveszi, és már aláírtam a kérést a köztársaság elnök felé, hogy leváltani a Hamzsikot. Támogatjuk-e? És megnéztem a dokumentumokat, azt mondtam, hogy itt nincs miről beszélni, igen. A többiek is azt mondták, hogy igen. Most ilyen, és ez már 2001-ben történt, tehát már az első Zurinda kormány idején történt. Ekkor megint leállítottak mindenféle pénzeket, a tárgyalásokat leállították, és most ilyen háttérrel megkapom ezt az egész portfóliót 2002. novemberében. És megint csak ültem otthon, és gondolkodtam, hogy most kell-e ez nekem. Az igazság az, hogy a szlovákok közül mindenki tolta el magától az egészet, és úgy fölmerültem én is, mint akinek jó kapcsolatai voltak addig is, Brüsszelben is, a németeknél is, az amerikaiaknál is. És az Zurinda azt mondta, hogy szerinte nekem kellene ezt csinálnom. És én azt mondtam, hogy igen. Tehát most némi büszkeséggel mondhatom akár, ugye, hogy ehhez jelentősen hozzájárultam. Azt csináltam 3,5 évig, hogy a körülbelül 60 embert, miniszterek, államtitkárok, vezérigazgatók, szakértők minden hétfőn reggel 8-ra bejöttek a miniszterelnök hivatalba, egy nagy terembe, és a titkárságom vettett, hogy tovább, hogy a múlt héttől mik a nyitott témák, mi az, amit sikerült megoldani, mi az, amit nem, van-e új téma, és lépésről lépésre, tehát egy ilyen félkatonai módszerrel csináltuk ezt az egészet. Nem adták ki még ezeket a dokumentumokat, De megvan. Ezeknek az üléseknek a dokumentum megjelentek megvan, már? Megvan. Vagy elérhetők a neten? Neten érhetők előhetőleg a kormányhivatalba, az archívumba. 2002-ben a 10 csatlakozni kívánó ország közül Szlovákia messze a 10. volt a legvégén. És dokumentum van arról is, hogy harmadikok voltunk 2006-ban a fölkészültség szintjén, amikor beléptünk. Tehát ezt ők elismerték, amikor 2004. május 1-én beléptünk az Európai Unióba, akkor április 30-án a Zurinda volt annyira grand. A Zurinda volt annyira grand, hogy elment keletre szolgálati útra,
Az egész miniszterelnöki hivatalt átadta nekem, és délután fél egykor, ebéd után fél egykor az összes EU-s és NATO-s nagykövet, a polgármesterek, valami 300 ember ott az udvaron felsorakozva, a helyőrség díszlépésbe hozta az első számú EU-s zászlót, és átadták nekem. Tehát a Zorinda megcsinálta ezt úriemberként, hogy kvázi ezt elismeri, hogy ez az én munkám eredménye is volt, ezzel hogy egy csapat része igen, voltam. Ezzel együtt szerinted a nyugati nagyhatalmak és az Egyesült Államoknak ez a nagyon erős támogatása, hogy Szlovákia ne maradjon ki ebből a bővítésből. Ez volt a döntő, vagy az volt a döntő, hogy Szlovákia valóban egy radikális fordulatot tett, a te érdemeid voltak a döntőek. Mi döntött itt igazából arról, hogy ezt a kimaradást le lehetett dolgozni rövid 4-5 év alatt? Tehát a tartalmi részeket nem tudták megoldani, se az amerikaiak, se a németek, se senki. Tehát dolgot meg kellett csinálni. Tehát ugye ez a jogharmonizáció, a pénzügyi dolgok harmonizációja. De a támogatottság megvolt. Nem csak, hogy megvolt, hanem egy erős nyomás is volt. Erős elvárás volt. Mindenütt érzékelték. Tehát én felvettem a telefont, és valamit valakitől kértem a német minisztert, akkor azonnal kapcsolták, hogy a lehető legrövidebb időn belül visszahívtak. Tehát ez érezhető volt. Ugye az, hogy az amerikaiak erre odafigyeltek, akkor még ugye Kelet-Európában is az NATO bővítés előtt és után közvetlenül fontosak voltunk. Fontosak voltunk, és hát ugye arról volt szó végül, és már mondtam, ugye volt egy amerikai-orosz meccs Szlovákia, amelyik csapatba fog játszani. De ugye ez aztán lejátszódott, de megint csak ugye most elmondtam a dolog egyik oldalát, a fehér oldalát, de gondoljanak bele, hogyha nem jön össze, akkor hogy zuhan vissza a pártom rám, hát ez a legkevesebb, ugye, majd leváltanak, és elküldenek valahová, nem tudom. Ki. Igen. Hát minden esetre ez egy sikert de a pártomra és a magyarokra, hogy a magyarok ezt nem csinálták meg. Tehát amikor 2004-ben ezt a portfóliót megkaptam, még a minket leginkább támogató újságok, például a SME is többször írta nagyon komoly szlovák politikusok, hogy szép-szép, Zurinda egy óriási hibát csinált, mert ez mégiscsak szlovák nemzeti ügy, és ezt szlováknak kéne csinálni. Ugyanebben az újságban volt egy karikatúra, máig el van nekem téve, egy útjelzőtábla, ki van írva, hogy Brüsszel erre, és akkor egy jókora nagy csáki, én, magyar karikás ostorral a kezemben, nagy magyar bajusszal, kalappal mutatom a szlovákoknak az utat, és akkor a Zurinda ilyen kicsike, meg a többiek, és azok sorakoznak benn mögém. Tehát így a szlovák, még egyszer mondom, hogy a normálisabb szlovák réteg is így fogadta ezt, hogy ezt azért mégse egy magyarnak kellene csinálni, de azért 2006-ra már megnyugodtak. Ma azonban a szlovák értelmiség és a szlovák középosztály, a szlovák politikai elit nagyon megosztott, rettenetesen megosztott ez az elit. Mégis van egy olyan identitása, hogy ők a maga Európa része. Ezt ők valószínűleg ezzel sok tekintetben úgy azonosultak, hogy Szlovákia, a lemaradó Szlovákia hirtelen bekerült az első osztályba. Egyet értesz ezzel, vagy úgy látod, hogy ez ennél felemásabb? Nem csak, hogy felemásabb, de az így nem teljesen állja meg a helyét. Most elnézést kérek a diplomatikus kifejezésért, tehát nem akarom azt mondani, hogy nem igaz, de hát nem igaz. Tehát a politikusok ezt próbálják mondani. Ugye, mint említettem, a szlovákiai politika hátterében sincs azért akkora gerinc, hogy ők azt tudják mondani, hogy mindenre megvan a saját véleményük. Tehát próbálnak ők igazodni, megfelelni, és ennek köszönhető az, hogy ilyen kijelentések elhangozhatnak, illetőleg ugye próbálnak, most ahogy megnézik ugye a napi híreket is, azért próbálnak ők mindent olyan
irányba csinálni, ahogy az elvárások nyugatabbra megfeledkeznek. Ez a Mag-Európához való tartozást mutatom? Nem, mert ugye ha ezt elmondanád az embereknek, ha most egy ilyen fórumon lennénk, én nem tudom, Bártfán, vagy Besztercebányán, vagy bárhol, akkor az emberek nem is értenék a kérdést. Jó, hogy tehát ők a Mag-Európához akarnak én tartozni. Most az elitről, meg a középosztályról beszélek, hogy érezhetően Szlovákia jóval jobban azonosul ezzel az európai identitással, mint a környéken más országokban. Ez egy érdekes kérdés, tehát máig van egy cseh hatás. Például. Ugye Patocska, a 20. század leghíresebb cseh filozófusa azt mondta a csehekről, önmagukról, hogy a csehek szlávul beszélő németek. Tehát a gondolkodásuk, a mentalitásuk annyira német. Részei voltak és a német. Hát ugye mondanák bele, Skoda autós, Skoda gépfegyverek, Prága német város volt, amíg ki nem telepítették a 3,5 millió németet nagyon durva módon a második világháború után. Mozartot, amikor kiutálták Salzburgból vagy Bécsből, két operáját mutatták be a prágai német színházban. Tehát az arany, száztornyú arany Prága, az német architektúra. Jó, az német architektúra nagyban. Attól azért az német, vagy cseh többségű város. Tehát... A többség igen, de a meghatározó, az, ami a cseh gerinc mögött is. Még egyszer mondom, hogy mi erről vitatkozhatunk, de a Patocska mondta, hogy ők annyira németes beütésük. Tehát nem fizetnek borravalót, nem csárdásoznak. A csehek. A szlovákok azok magyarok, a csehek meg németek, ez egy magyarul. A csehek tartanak a németektől, ugye? Megvan ennek is a történelmi oka, de valahogy ez a gondolkodásban, a mentalitásban ez a felfogás ez ott van, és a szlovákokra azért ez kisugárzott világos, 70 évig. Világos. Az utolsó 10-15 percben szeretném, hogyha egy kicsit ezt a magyar-szlovák relációt is egy kicsit erre a 8 évre visszavetítve próbálnánk értékelni, elemezni a belső magyar-szlovák viszonyra, tehát a Szlovákián belüli szlovák-magyar viszont mennyire tudtátok átalakítani, mennyire érezhető túl azon, hogy a magyar, most már elfogadott szomszéd, ugyanúgy, ahogy Romániában is a Markóféle kormányzat azt a pokoli belső erdélyi magyar-románt viszont följavította, és ma már nincsenek olyan súlyú gyilkos különbségek vagy ellentétek talán Erdélyben sem. És a másik dolgot a magyar-szlovák államközi viszont mennyire tudtátok befolyásolni pár évvel az alapszerződés után, azután az alapszerződés után, amit hol dicsérünk, hol meg azt mondjuk, hogy nem működik. Hogyan látod, kezdjük a belső viszonnyal, azzal, hogy nem sikerült kisebbségi törvényt letenned az asztalra, azzal, hogy nem sikerült a magyar megyét megvalósítani, azzal, hogy a magyar kulturális autonómiáról ma is csak álmodozunk, sőt, egyre inkább csak álmodozunk. Mivel tudtátok ti a magyar-szlovák belső viszont olyan mértékben följavítani, hogy egyetemet lehetett alapítani, hogy tulajdonképpen valóban nyílt egy tér arra, hogy egy értelmes párbeszéd nem csak politikai szinten, hanem más szinteken is elkezdődjék? Ez egy kicsit bonyolult kérdés, tehát aki a részleteket is akarja, azért ezt megírtam a könyvbe is, mert ez tényleg egy fontos téma. Tehát ennek is voltak különböző fázisai. Egy kormányban sem úgy néz ki a dolog, hogy egy kormány résztvevő azt mondja, hogy ezt szeretném, és akkor ez van. Ugye, tehát ott is megvannak a belső realitások. Ugye te azt a kifejezést használtad, hogy nem sikerült elkészíteni a kisebbségi törvényt. Hát a Fiókodban ott volt állítólag. Nem csak, hogy ott volt, hanem kétszer keresztül ment a tárcaközi egyeztetésen, és ott egy dolog volt, azt mondták, hogy ha az önkormányzati részt, tehát a kulturális autonómiát kivesszük belőle, akkor megvan. Mi pedig úgy döntöttük az MKP-ban, hogy, és ez 2004-2005 határán volt, hogy nem, akkor inkább megvárunk egy jobb kormányt. Jobb kormány. 2006-ban is, hát azóta várjuk a jobb kormányt. Tehát... Most is bukdácsol az a törvény, amely többé-kevésbé tartalmazna ilyen elemeket. Két, de most épp már hát megint most éppen megbukott betették a fiókba. Tehát két alkalommal, 98-ban és 2002-ben én voltam felelős az MKP részéről a kormányprogram összeállításáért, ugye, mint miniszterelnök helyettes. És 2002-ben csont nélkül bekerült a kisebbségi törvény a kormányprogramba, tehát az ellenőrizhető. Ott a párton belül
is voltak játszmáink. És én az egyetemet kaptam meg, tehát azóta egyes számú prioritás. A kisebbségi törvénye hármas számú prioritás volt, és ezt megkapta a Kulturális Minisztériumban szolgálatot teljesítő kolléga, az államtitkár. Rudolf Mell egyébként volt akkor a kultuszminiszter, aki azt mondta, hogy nem fog ezzel semmit csinálni, de ha mi megcsináljuk akárhogy, akkor ezt ő aláírja. És aztán a leváltásában, lemondásában is ez belejátszott, hogy ő inkább a miénket támogatta, amit említettem, ugye 2004 végére aztán én gyorsan összeraktam egy törvényt, ami szerintem egy jó törvény lett volna, csak hát akkor már nem volt politikai erőnk, hát széthullott a Zurinda kormány, elveszítettük a többségünket. De ugye mindenki úgy gondolta a párton belül is, a barátaim is, meg a kevésbé barátaim is, hogy megint diplomatikus kifejezést használjak, hogy az egyetem lesz a nehezebb. Ugye, tehát egy sík mezőn, ahol semmi nincs. Az egyetem első rektor, alapító rektora, Albert Sándor egy kölcsönszéken, egy kölcsönasztallal kezdte a rektorkodását. Megkapta a kinevezését, megy le Komáromba, ott volt egy alapítványi társaság, és az adott neki az egyik szobába, ahol még két titkárnő ült, a sarokba egy asztalt, meg egy széket, így kezdődött az egyetem. Csak hogy ugye, és ezt merem állítani, megint ez nagyon komolyan, hogy Szlovákia 30 éves fönnállása alatt egyetlen egy intézmény nem kapott annyi plusz támogatást, mint a Magyar Egyetem. A szlovák kormánytól is. Tehát körülbelül 85%-ban az szlovák állami pénz, ami ott megvan, még talán több, 90%-ban, és 10%-ban mondjuk rá magyar pénzt. Tehát a magyar kormányok is, amikor nagy baj volt, akkor felvettem a telefont. Volt olyan, hogy Megyesi, vagy pedig később Gyurcsány is azt mondta, hogy hát programom van, 7:30 reggel ide tudsz érni, megbeszéljük a dolgot. Ide jöttem 7:30, és akkor ők is hozzátették azt, amit kellett. De mint említettem, ugye a második Zurinda kormány alatt már jobban teljesített a gazdaság. És a szlovák pénzügyi törvény szerint, költségvetési törvény szerint, amikor már plusz bevétel van, a kormány eldöntheti, hogy milyen hosszú távú prioritásokat old meg abból, vagy valamilyen konkrét célra felhasználja, vagy pedig a költségvetési deficitet próbálja ezzel csökkenteni. Sajnos ugye, nincs időnk, hogy végigmenjünk. És mindig be tudtuk rakni az egyetemet, és hát igen. Komáromban létrejött egy... Ma már majdnem 3000 hallgatója van. Jó, egyetem. Egyre többen jönnek Dunántúrról, magyarországi hallgatóink vannak, úgyhogy azt gondolom, hogy valóban ez egy föntartható... És amikor ott voltam ugye múltkor, akkor azt mondtam, hogy én mindig úgy lépek be az egyetembe, mint amikor bárki Alice belép a meseországba, hogy a megvalósult álmok, hogy néha azért kell álmodni, még akkor is, hogyha 0%-nak tűnik a valószínűsége, és sikerült létrehozni. Igen. Befejezésül próbáljuk meg 3-4 pontban a magyar-szlovák államközi viszonyban, mit sikerült elérnetek, mit nem sikerült elérnetek. Az alaptörvény segített, vagy az alapszerződés segített ebben a munkában, vagy inkább hátráltatott az, hogy a vegyes bizottságok hol működtek, hol nem működtek. Zurinda maga hogyan viszonyult az esztergomi történettel, esetleg jól illusztrálhatod, hogy milyen kettősség volt a szlovák kormányban, miközben ambicionálták, hogy a két ország közötti történeti csontvázakat és más egyéb konfliktusokat fokozatosan felszámolják, mégsem sikerült. Legalábbis ez innen nézve úgy néz ki, hogy ez a 8 évben nem született meg az az áttörés, ami igazából megtörténhetett volna. Nem születhetett meg, és nem születhet meg talán ettől hosszabb időszak alatt se, mert azért a beidegződések mélyebbek. Tehát megint, ha szabad valakit idéznem, akkor az Vlagyimir Mináč, az egyik szlovák nemzetileg elkötelezett gondolkodó és író, aki azt írja a Parásfúás című eszéjében, hogy mi szlovákok leválaszthatatlanul részei vagyunk a magyar történetnek, csak hogy a mi történetünk mindig egy ilyen tükör másolata a magyar történelemnek. A magyarok, tehát, ami végzeteink. A magyarok, ami végzetünk, mi 1000 évig velük éltünk, amikor a magyarok valamit csináltak, akkor mi vagy velük mentünk, vagy ellenük mentünk, de egyszerűen része voltunk ennek a történetnek, és ugye a 19. század végén tényleg voltak problémák, ezt a szlovák média
gondolkodók, írók túlsúlykolták a szlovák társadalomba. Aztán jött Beneš. Ezek, és aztán jött, ugye, jöttek a kitelepítések, jött egy csomó probléma, igen, amivel ők nem akarnak szembenézni. Tehát a megoldás egyszerű lenne, oda kellene állni, elegáns módon, felnőtt módra. A csehek ezt már próbálják csinálni a németekkel kapcsolatban, és a csehek legalább háromszor kértek már bocsánatot. Egyházaink is csinálják. Egyházak is próbálják csinálni. Politikusok még nem jutottak el odáig, mert ez valószínűleg a szlovák társadalom számára, a politikus számára ez mínuszt jelentene, a szlovák társadalom nem fogadná ezt el, hogy kiáll, és ez azt mondja, hogy kedves, ezt nem lehetett volna mondani, kedves magyar barátaim, bocsánatot kérünk azért, ami tört. Visszacsinálni nem lehet. Próbáltad ezt Mikulás rábeszélni? Sokszor. Nem mentek ebbe bele. Nem mentek ebbe bele. És ugye akkor már jelezted a történetet, mert te olvastad a könyvet, a Büszkeség és haragban leírtam egy 2000-es történetet, 2000-ben történt. Ugye már 2 éve kormányon vagyunk, kész a Párkány-Esztergom közötti híd. Az egyik legszebb nap a mi életünkben, meg a régió lakosainak az életében, amikor avatjuk a hidat, rengeteg ember mindkét oldalon, csak hát ugye az fölülről úgy nézett ki, hogy előttek a szlovákiai polgárok, meg előttek a magyarországi polgárok, de mindenki magyarul beszélt. És ugye ott van elő Mikulás Zurinda miniszterelnök is velünk. Érdekes módon már érezhető volt, ahogy mentünk át a hídon, meg ahogy megjelentünk. A legnagyobb tapsot Orbán Viktor miniszterelnök kapta. A második legnagyobb tapsot mi, a felvidéki magyar politikusok, és Zurindát is úgy megijenezték, még kapott tapsot, azért ugye a harmadik oldal, a harmadik szinten. Aztán megvannak a hivatalos átadás egyik oldalon, másik oldalon, minket még a magyar oldalon ide-oda visznek, újságírók, egyebek, egyéb társult rendezvények. A Zurinda meg bemegy Párkányba a polgármesterekkel találkozni. És Párkányi oldalon is van egy óriási sátor, abban legalább 300 ember elfér, hogy majd ott is lesz egy hivatalos beszéd, szlovák nyelven minden, mert eddig minden magyarul ment. És egyszer csak jön a protokollista utánam az esztergomi oldalra, hogy át vissza kellene jönni, most már kezdődik a szlovák oldalon is a hivatalos szlovák oldalon való átadás. A két minisztertársammal, Harna Istvánnal és Miklós Lászlóval jövök át gyalog a hídon. Alig tudunk átjönni, mert az emberek hömpölyögnek oda-vissza, megállnak, kezet fognak, megtapsolnak, tehát nagyon lassan tudtunk csak átmenni a hídon, és bemegyek, belépek, a protokollista bevisz a nagy hodályba, a nagy sátorba, a nagy sátor teljesen üres, és a sátor egyik sarkában 3 ember, Mikulás Zurinda, vele egy szembe egy magyar bácsika, aki hál' Istennek jó rosszul beszélt szlovákul, de próbálta a Zurindát valamilyen módon szóval tartani, és a Párkányi városi hivatalnak a helyettes vezetője. És akkor azonnal éreztem, hogy baj van, tehát ugye azért nem tudom, szerintem a szlovák protokoll is hibát követett, tehát nem kellett volna, vagy nem lett volna szabad, hogy idáig csúszson a dolog. Mindjárt megyek oda Zurindához, kezdem oldani a dolgot, mindjárt ott a sarokban voltak pálinkák, meg borokban minden, kicsit próbáltunk, a Zurinda tekintetén láttam, a Zurinda tekintetén láttam 2000-ben, hogy akkor esetleg ide egy atantusz. Pedig a Zurinda nem magyar ellenes, a Zurinda egy pragmatikus, ő fentről van a Tátra alól, szepességből, akkor esett le, hogy a miniszterelnök a szlovák oldalon is, az nem Mikulás Zurinda, nem az kapta a nagy tapsot és az nagy ovációt, hanem az a magyar miniszterelnök. És onnantól kezdve ugye jött a magyar törvény, a státusztörvény, meg aztán ugye az igazolványok, ott már kezdődött a feszültség, és ott már a Zurindes beúszta a fékeket, hogy oppájt vigyázni kell, mert ha nem vigyázunk, akkor ez a délvidék esetleg tényleg elmegy, mert mentálisan tényleg nem őt, hanem a magyar miniszterelnököt tapsolták még igazán.
Ugyeim és uraim, 1998-2006 között 8 év telt el, nagyon sok minden történt, ahogy a két könyvet, ha majd belelapoznak, megvásárolható a könyv, ha belelapoznak, látják, hogy az, ami itt fölmerült, az csak egy töredéke mindannak, amit a Magyar Koalíció pártjának a miniszterei, az első kormányban 3, a másik kormányban 4, majd a legvégén 5 magyar miniszter tenni tudott. Annak érdekében egyrészt, hogy a két ország, a két nemzet megpróbálja föloldani azokat a történeti és nem történeti traumákat, másrészt pedig, hogy bejusson Európa közepébe, az Európai Unióba a Szlovák Köztársaság is. Szeretném megköszönni Csáky Pálnak, hogy eljött és röviden érzékeltette azt a hatalmas feladat tömeget, amivel ők szembesültek az első és a második kormányzat idején, és szeretném megköszönni a nézőknek, akik követnek bennünket, és várjuk Önöket a legközelebbi Rubikon esten is. Most pedig itt a felvételt befejezzük, és a kérdéseket és a megjegyzéseiket várjuk szeretettel. Köszönjük szépen! Tesztelje tudását a Rubikon Próba online történelmi kvízjátékában. Rubikon-próba.com. Ha tetszett a videó, akkor hasonló tartalmakért iratkozzon fel csatornánkra.